Matilda vagyok, és a mai videóban megint egy kicsit a készülőkönyvemről fogok beszélni. Ugyanis volt már egy bevezető videóm, majd mindenben lesz linkelve leírásba ide föntre, leírásba tutira. Szóval volt egy bevezető videóm erről a bizonyos könyvről, ami nem a Csikó, aki tűzben született, hanem egy új sorozat, ami már ilyen ifjúsági fantazi lesz. Majd ha egyszer eljutunk oda, hogy ki is adjuk. Igen, és ugye ennek most már írom a harmadik részét, és most az első részről kezdtem itt beszélni kicsit jobban a csatornán. Igen, szóval, igen, ezt már kezdtem háromszor, szóval csináltam már egy bemutató videót arról, ilyen átfogóan beszéltem róla, és csináltam egy olyan videót, amiben így a kezdeti lépésekről beszélek, illetve azt, hogy mit csináltam, mielőtt felvettem volna a videót. Mit csináltam, mielőtt elkezdtem volna írni konkrétan a könyvet? Igen. Nem mielőtt elkezdtem volna felvenni a videót, de nem baj. Szóval, a mai videóban arra gondoltam, hogy kicsit jobban bemutatom a karaktereket, kicsit beszélek róluk, ugyanis van 5 főszereplő a könyvben, és róluk adnék most egy ilyen rövidebb jellemzést. Igen, nagyjából. Valamennyire jellemeztem őket egyébként abban a videóban, amiben így bemutatom ezt az egészet így röviden, de nem tudom pontosan mennyire voltam részletes meg ilyenek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt csinálok ennek egy külön videót. Na most itt mutatom a karaktereket, ez az 5 karakterünk van, és remélem most fókuszál, tehát jó. Szóval ez az 5 karakterünk van, majd ide szépen, vagy amide valamelyik sarokba bevágom róluk a képeket közelről, majd amikor éppen róluk beszélek, illetve hát vagy ezt a képet vágom be, vagy még annó egyszerűen ma csinált hozzájuk ilyen moodboardokat. Amik nagyon jók lettek egyébként, és az Instagram oldalamon kint is vannak, úgyhogy majd lehet azokat is bevágom, vagy csak azt a posztot belinkelem, mert tök jól néznek ki. Mert hogyha valaki így ismerős Tumblr-on ezekkel az aesztetikus moodboardokkal, vagy hangulattáblák, vagy én nem tudom azt magyarul egyébként, hogy hívják, de nagyon jól megcsinálta őket. Én nem terveztem külön, de talán abban a sorrendben érdemes őket bemutatnom, ahogy a könyvben is megjelennek, abban az első 5 fejezetben. Szóval az első és legfontosabb karakterünk talán az Marea lesz, aki egy, hát most mondjuk azt, hogy ő az erős, független női karakter az 5 karakter között. Egyébként 2 lány van és 3 fiú, és Marea az, aki nem törődik így, na hát ez rosszul, szóval így nem érdekli semmi és senki, ő megy a maga feje után, makacs, nagyon jól harcol, szóval nem lehet vele kekeckedni, mert visszakekeckedik, és erősebben kekeckedik vissza. Szétrúgja mindenkinek a hátsóját, tényleg, aki megpróbál belekötni. Hát így mondhatni, hogy egy ilyen kis számkivetett karakter. Szóval ő egy ilyen számkivetett karakter, mert nem tartozik sehova, és nem tartozik senkihez, és megy amerre, így éppen viszi az útja. És van egy nagyon hűséges társa, mondhatni a lova, Ventus, mert szeretem a lovakat, szóval muszáj volt valami jelentős lószereplőt is beleírnom, csak ebben nem beszélnek, úgyhogy mármint a lovak. Szóval Ventus az ő örök társa, ki nagyon keveset tudunk így a múltjáról, mert bár a könyvet azt egyeszem első személyben írom, Mara nem nagyon gondolkodik a múltján, a többieknek majd nem nagyon árul el magáról semmit. De egy nagyon jó karakter, hogyha harcolni kell. És nagyon zárkózott, és ugye nem nagyon tárulkozik ki a többieknek sem, mert igazából azt érzi, hogy azzal csak veszélyeztetné őket. Na, második karakterünk Rian, aki a Regulus Citron örököse, kicsit beszéltem talán az ilyen, na mindegy, szóval az egyik hercegségnek az örököse. És ő és Marea egyébként régebbről ismerik egymást, mert Marea egy ideig ott lakott Regulusban. És hát Rian az ugye herceg, tehát körülbelül olyan karakter, mint ahogy egy ilyen herceget el lehet képzelni, ugye arra lett megtanítva, viszont nagyon jó barátok Mareával, és hát nagyon aggódik is, tehát nagyon aggódik egyébként Mareáért, meg nagyon ilyen védelmező, bár Marea saját magát igazából jobban meg tudja védeni, de hát azért mégiscsak egy gyerekkori barátságról beszélünk, és Rian igazából így próbál a felelősség teljes herceg per király, majdani király lenni, és ez nagyon nehéz Marea mellett egyébként, mert hát ugye Marea az a tipikusan szabályszegő, Rian meg így próbálja visszafogni, de közben ott van Terra is, így ők hárman vannak, akik így régebbről így kis csapatban ismerik egymást, és hát Marea és Terra meg nem nagyon bírják egymást,
és Rayan mindig így az ütköző fal a kettő lány között. Szóval akkor térjünk egy gyors Telára is. Szóval ő a második női karakter. Ő pedig hercegnő, csak ő nincs közel a trónöröklési sorban, mert neki hatan vannak testvérek, szóval leghátul van, mert ő a legkisebb. Na és ő az a szabálykövető, illemtudó hercegnő típus egyébként. Sokat olvas, nagyon érdekli a gyógyítás, jó is abban, emberbarát, jól érti az embereket, kivéve Mareát. Mareával nagyon utálják egymást. Főleg azért, mert Marea mindig bajba keveri Rayant, és azért Tera annyira nem díjazza, főleg, hogy őt meg mindig kihagyják a buliból, valószínűleg azért. Tera és Rayan is nagyon jó barátok, és ugye Rayan és Marea is, és ez azért egy kis feszültséget kelt így hármuk között. Igen, és Tera nagyon nem szereti a szabályszegést, ő nagyon szabálykövető, de hát ezt igen, szintén Marea mellett, szóval így Marea felbukkanás, az kibillent mindenkit a békés kis élet menetéből. És akkor ők hárman vannak így igazából egy ponton, főleg így a könyv, az első könyv elején. Aztán van két plusz karakter, akik így kicsit máshogy jönnek be a sztoriba. Igazából valamennyire mindenki között van kapcsolat, mert Tera ismeri a másik két karaktert, akiről mindjárt beszélek. Az egyik Brent, azt hiszem Brent jön előbb, tök mindegy igazából a sorrend egyébként. Szóval Brent. Brent a legidősebb karakter, bár nincsenek olyan nagyon idősre belőve, ilyen 19 és 22, 22 év között mozog az öt karakter. És Brent ez egy ilyen kisebb nemesi családból származik, két tesója van, mind a kettő lány és a nővérei, és nagyon cukkolják meg, nincsen egy ilyen nagyon jó testvéri kapcsolat se a testvérek között, se a szüleivel, főleg nem az apjával, és így valamennyire lázadni próbál az apja ellen, de hogy annyira nem, mert kicsit tart is az apjától, úgyhogy Brent így mindig igyekszik lehetőleg távolabb lenni otthonról, meg egy kicsit ilyen nőcsábász típus, úgyhogy kicsit vigyázni kell vele. Igen, és Terával meg a Kaléval a harmadik, milyen harmadik, de a harmadik fiúval úgy ismerik egymást, hogy egy ilyen jótékonysági bálon találkoztak, még régebben. Szóval Brent az ilyen felszabadult, így laza, ilyesmi, szerintem így nagyjából megvan róla a kép. Flörtöl mindennel, ami mozog. És ott van még Kalé, akkor az utolsó karakterünk, aki hát egy ilyen alsóbrendű családból származik, mert igazából a szülei azok ilyen földművelő, most azt mondom, hogy parasztok, de hogy ilyen közemberek igazából. Van egy öccse, akit nagyon szeret, és a saját országának, illetve hercegségének, az uralkodójának a hírnöke, szóval neki szokott leveleket szállítani mindenfelé. Ő ilyen szófogadó, ugye teljesíti a parancsot, most nem feltétlenül örül annak, hogy mindig ugráltatja a királynő mindenhova mennie kell, de hát ezzel tud bevételt szerezni igazából a családjának, úgyhogy megcsinálja, amit meg kell. Hát ő majd úgy kerül ebbe az egészbe, mert ugye azt elmondom, azt hiszem egy ponton valamelyik videóban. Kalé úgy kerül ebbe az egészbe bele, mert ugye úgy kerül, csak annyit, ezt így elmondom, hogy a négy, vagy az öt szereplőnek, hogy lesz így köze egymáshoz igazából, hogy kerülnek össze, hogy Rayannek lesz egy koronázási bája, és lemerül a kamerám, és mindenki oda megy. Brent az egy másik karaktert kísér, Kalé pedig hoz egy levelet oda. És akkor körülbelül ez lenne így ez az öt fő karakter, most próbáltam gyorsan, lényegében összegezni őket. Aztán majd még találok ki ilyen hasonló videókat ezzel a könyvvel kapcsolatban, mert szerintem ez így, azt mondtátok, hogy tetszik, úgyhogy csinálom őket. Csak most idegesít, hogy azt villog a kamera aksia. Jó, hát akkor körülbelül szerintem ez most ennyi lett volna, ezt nem akarom hosszabbra nyújtani. Aztán, hogyha szeretnétek még tényleg ebből a témából egyébként több videót, meg így a könyvről, akkor írjátok meg kommentben, mert akkor csinálok többet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!